Üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon, és ezután megyünk tovább a feminista videóknak az átnézésében. A következő azt hiszem, hogy egy nagyszerű példa arra, ami rossz a feminizmus hatásával kapcsolatban, és hogy milyen pusztítást képes végezni ez a vírus, hogyha bekerül az ember vagyis a nő szervezetébe, és minden tünetét ez a hölgy meg fogja jeleníteni majd, úgyhogy... Ez a rövid videó azt hiszem, hogy tanulságos lesz mindenki számára. Mielőtt nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ne is húzzuk az időt, szerintem mert van rengeteg dolgunk. Szóval erről van szó a Zöld Terézváros, nem tudom, hogy ki ez a hölgy, vagy mi a neve, semmit nem tudok róla, csak ezt a videót láttam, és elborzaszt, amit hallok, de nézzük. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy lehet valaki ennyire gonosz és aberált, hogy a klímaválság idején, áremelkedéskor, háború a szomszédban, Magyarországon a legnagyobb az öngyilkosságok száma, Magyarországon a legnagyobb az alkoholisták száma, az jut eszébe, hogy kínozzuk egy picit tovább a nőket. Kelljen szívhangokat hallgatni. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon. És ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Hát az, annak jut eszébe ez, akinek eszébe jut az, hogy a nő, nő az abortus során egy ember életet ki volt, vagy az orvos, vagy ahogy tetszik, ki hogy gondolja. Ezeknek az embereknek jut eszébe, akik szeretnék megakadályozni azt, hogy gyerekeket öljenek meg ipari mennyiségben. Az egészségügyben ők gondolnak arra, még ilyen körülmények között is, hogy háborúdul, meg gazdasági válság, meg mit tudom én mi, ők még mindig gondolnak arra, hogy akár mennyire is kicsinek tűnik, ez egy ember lesz, és már most is az, akinek megvan a saját DNS-e, és hogyha hagyjuk, hogy felnövekedjen, akkor lesz belőle egy ugyanolyan ember, mint én, vagy a hölgy, aki beszél ebben a videóban. Ezek az emberek azok, akik még ilyen időben is gondolnak erre. De maga a törvény is egyébként úgy határozza meg, hogy a fogantatás pillanatában kezdődik meg az élet. Sőt, hogyha valaki szándékosan és vagy véletlenül kioltja ezt az életet bármely szakaszában ennek a fejlődési folyamatnak, akkor azt bűncselekménynek nevezik, és aztán különböző módokon természetesen a következményekkel számolnia kell az egyénnek, kivéve akkor, hogyha az anya úgy dönt, hogy hajlandó megölni azt a gyereket, bármilyen oknál fog vagyon, is már nincs szükség arra, hogy ezt megindokolja, és az orvos, aki végrehajtja, az ez esetben felmentést kap. De egyébként, ha a kívülálló csak egyszerűen úgy dönt, hogy hasbarúgja az anyát, akkor az bűncselekménynek számít, mint ahogy kellene. Úgyhogy a törvény is egyetért abban, hogy ez gyilkosság, vagy emberülés Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!